előrendelhető a Tragédia gyermekei című történelem alapú könyvem, mely a 20. és 21. század konfliktusain keresztül az első világháború lövészárkaitól kezdődően a második világháborús keleti fronton át egészen Szíriáig keresi 12 színnyi utazáson az emberiség tragédiájára a választ. Előrendelhető a Morningstar kötőjel publishing.hu weboldalon. Hallhattátok tehát azt, hogy Donbass régiója Ukrajnán belül hogyan vált fokozatosan egyre idegenebbé Ukrajnától. Csak Donbasszal azonban értelemszerűen nem lehet magyarázni az ukrán-orosz ellentétet. Felhoznék azért itt egy eseményt, a transznisztriai háborút. A transznisztriai háborúról van egy külön videóm, úgyhogy most nem kezdenék el belemenni. Ez a Transznisztria Moldovának egy olyan része, ahol szlávok, oroszok főleg, de ukránok is laktak, és ők döntöttek, sok-sok esemény volt ennek is az oka persze, de ők mind a mai napig nem Moldova része, hanem egy független kis úgynevezett Dnyeszter menti népköztársaságot tartanak fenn, és ez a Dnyeszter menti népköztársaság, tehát Transnistria háborújában az ukránok és az oroszok válvetve harcoltak a moldovaiak ellen. Pláne, hogyha az orosz és ukrán önkénteseket nézzük, akkor mind a kettő a orosz és az ukrán szélsőjobbról került ki. Ugyanis ezeknek az orosz és ukrán szélsőjobboldaliaknak, jobboldaliaknak volt egy közös ellensége már a Szovjetunió alatt is. És ez a közös ellenség tulajdonképpen maga a Szovjetunió volt, tehát a kommunisták. Az oroszokat és az ukránokat tudta volna az a közös ellenség tudat, kooperációra bírni, akár Ukrajnán belül is, vagy akár Ukrajna és Oroszország kapcsolatában is, ami a kommunizmus ellenességről szól. Itt Transznisztriában ez megtörtént. Másutt azonban nem. Viszont mivel a Szovjetunió alatt Moszkvából érkeztek azok a rendeletek, azok a törvények, amik az ukránok ellen szóltak, ezért azok az ukránok, akiknek fontos volt a nemzeti identitásuk, az oroszokat is ellenségnek látták. Mint mondom, ez a transznisztriai háború példának okáért egy érdekes esemény volt, ez olyan kivételesnek tűnik ebben a kérdésben. És hát ismét rámegyünk egy miértnek a megválaszolására. Mi oka van Ukrajnának gyűlölni Moszkvát, nem szeretni a moszkvai vezetést, nem szeretni a Szovjetuniót? A Szovjetuniónak ugyebár internacionalista politikája volt. Ukrajnában oroszosítás folyt. Ukrajnában Sztálin után is oroszosítás folyt, ezt oroszok betelepítésével is segítették, továbbá oktatási reformokkal, amikkel kvázi megszűnt az ukrán nyelvű oktatás az ukrán-szovjet tagköztársaság területén. A nyelv pedig nem egy kitalált szovjet nyelv lett, hanem az orosz. Hát ebből értelemszerűen következik az, hogy az ukránok nem csak a szovjet politikai vezetést fogják ezáltal jobban utálni, hanem bizony maga az oroszokat is. Tehát a kommunizmus ideje alatt egyébként nyilvánvalóan a kommunizmus, tehát Szovjetunióban az orosz nemzeti öntudat is egy hát fura keretek közé lett besűrítve, nem az volt a lényeg. Tehát Szovjetunió volt az anyácska, nem pedig Oroszország. A vörös csillag jelentette az orosz anyácskát, nem pedig mondjuk az orosz nemzet ősi motívumai. De hát ez ugyebár az ukránokra is érvényes volt. És fel lehet tenni itt ismét egy miértet, hogy miért volt ez jó politika a szovjetek számára, ideológia, eszme. Tehát ez volt a lényeg, és persze ott van a történet, hogy eleinte az orosz polgárháborúban Leninék még jónak látták azt, hogy az ukrán szeparatizmus, ukrán regionális szakadás az jelen van. Voltak ukrajnai, tehát ukrán bolsevikok is. És ezt Lenin annak ellenében ugye, hogy ő a nagy Oroszországban hívő oroszok ellen harcol, ezt eszköznek tekintette. Támogatta a különböző nemzeti alapon, de mégis a kommunizmus irányába törekvő mozgolódásokat. Ez nagy különbség volt Lenin és Trocki között, hogy Trocki rögtön az elejétől fogva nem hitt ebben, ő az elejétől fogva kőkemény internacionalizmusba hitt, ő nem hitt abba, hogy fel lehetne karolni a egyfajta nemzeti öntudatot, de mégis természetesen kommunista bolsevik feltételekbe tömöríteni, hanem ő az orosz polgárháború elejétől fogva meg akarta szüntetni a nemzeti öntudatot, így leegyszerűsítve, így lehetne mondani. Lenin ezzel szemben
ideiglenesen persze, de fel akarta ezt használni, és sikerült is lényegében neki valamilyen szinten. Mert noha orosz bolsevik támogatással is, de az orosz polgárháborúban végül Ukrajna hadszínterén ők győzedelmeskedtek, kivéve a nyugati részt, ugye Kelet-Galíciát és Volíniát, azt elvitték a lengyelek, az Lengyelország területe lett. Az 1920-as évek végén és főleg a 30-as években azonban hát itt Sztálinról van már szó, ő rájött arra, hogy hát ez nem olyan jó dolog, hogy hát az ukránoknak, még ha bolsevik kereteken belül is hangsúlyozom, de öntudatot adni, az nem jó, mert ez tulajdonképpen előre vetítheti azt, bármikor kiszakadhatnak a nagy Szovjetunió belülről. És hát Ukrajna eloroszosítása tulajdonképpen a sztálini politikának a hagyatéka, ami ugyebár, mint mondom, Sztálin halála után is maradt a kommunista politikában Ukrajnával kapcsolatban is. És hát értelemszerűen ez a sztálini oroszosítás, erőszakos oroszosítás, plusz holodomor, ez elvezet minket a második világháborúig. Amikor is ugyebár felszakadnak Ukrajna területén a sebek, és az ukránok tömegesen állnak át a németek mellé. Persze nagyon sokan harcoltak a Vörös Hadseregben is, ez tény és való, viszont rengetegen állnak át a németek mellé, és ezen kívül van egy harmadik klik, a már korábban említett banderisták, akik noha időszakosan voltak a németeknek is a szövetségesei itt a második világháború alatt. Ugye itt volt az UPA, amiről beszéltem, ez az ukrán felkelő hadsereg. Ez volt a banderistáknak lényegében a fegyveres szerve, de ők mind a szovjetek, mind a németek ellen is harcoltak. Térjünk ki azonban egy fontos dologra, az OUN-re, az ukrán nacionalisták szervezetére. 1940-ben ketté szakad. Az OUN-re, Andrej Melnyik, korábbi Szics lövész melnyikistáira, őket nevezték úgymond az öregeknek, ők nacionalisták voltak, többnyire mind veteránok. Az OUN másik ága az OUN-B volt, Sztyepán Bandera vezetésével, az úgynevezett banderisták, a fiatalok. Ők radikálisak, erőteljesen szélsőjobb oldaliak, átvágva sovinizmusba is, és idővel az UPA, a szervezet militáris ága teljes mértékben az ő kezükben összpontosul. Ha az OUN-t nézzük, akkor politikailag egyáltalán nem egyszerű a képlet. Sőt, történelmileg sem. A szovjet történetírásnak köszönhetően mindkét szárnyat egybe mosta a történelem, és német kollaboránsoknak állították be őket. Pedig, mint azt mondtam, a képlet korán sem ilyen egyszerű. Az OUN 1929-ben alakult, és a 30-as évek második felétől egyre erőteljesebben élvezhették Németország támogatását, már amennyire egy föld alatti, betiltott mozgalmat támogatni lehet. Az 1939-es Molotov-Ribbentrop paktumtól kezdődően a támogatás is lecsappant, bár titkon még mindig támogatták őket a németek, és 1940-ben az OUN is ketté szakadt a fentebb említett módon. Noha a melnyikisták erőteljesebben voltak német barátok, ennek egyébként az első ukrán állam kérdése és körülményei voltak az ok, ugye azt támogatták a németek, tehát ezért, Hitlert azonban nem kedvelték, sokkal inkább Mussolini fasizmusával szimpatizált. A melnyikisták nagy része egyébként istenhívő ember volt. A banderisták, a fiatalok nagy része nem volt vallásilag elkötelezett, továbbá nagy hatást gyakorolt rájuk Hitler eszmeisége, miközben Bandera kifejezetten óckodott bármi nemű szövetségi paktumtól. A Banderához hű tagok több terrorista akciót is követtek el a 30-as években, amiket Melnyik elítélt, így hát az 1940-es szakadás nem volt korán sem váratlan. Azonban 1940-ben a németek újra elkezdtek Ukrajna felé kacsingatni, amikor már bizonyos volt az 1941-es Barbarossa hadművelet, ugyebár a támadás a Szovjetunió ellen. A banderista frakció mellett döntött, őket kezdték el egyre erőteljesebben támogatni, például a kokáért ugye fegyverekkel is. 1941 év elején ukrán légiót is létrehoztak a németek, amit Bandera úgy remélt a jövőbeli Ukrajna hadseregének alapja lehet. Azonban pofára kellett esnie. Az 1941-es német invázió után, mikor már a Wehrmacht csapatok keletebb jártak, a banderisták úgy döntöttek, kikiáltják Ukrajnát, amire a Führer biztosan áldását adja. Érdekes látvány fogadta a németeket is, meg annyi helyen az Éljen a szabad Ukrajna felirat felett Éljen Adolf Hitler feliratok pózoltak. A német válasz erre kemény volt és gyors. Az OUN-B meg annyi tagját
ahogyan Banderát is koncentrációs táborokba zárják. A banderisták nem fogták fel a helyzetet egyhamar, próbáltak kiegyezni a németekkel, de a Fritz Fele barátok nem ilyen politikát folytattak, így hát 1941 végére az OUNB szárnyai alatt az UPA fegyvereseivel megkezdték a fegyveres harcukat a németekkel szemben is. Olyannyira, hogy 1942-ben még a szovjet partizánokkal is volt, hogy összefogtak. A németek innentől a mellnyikistákat támogatják, akiket nemes egyszerűséggel beemésztettek maguk közé, belőlük hozták létre a helyi policájokat, az ukrán SS divíziókat és a megannyi fegyveres önkéntest. Mellnyiknek ebbe az egészbe sok beleszólási joga nem volt. 1943-ban az UPA banderistái megkezdték brutális mészárlásaikat a lengyelek ellen Kelet-Galíciában és Volíniában. Erre azután került sor, miután a banderista vezetés kikiáltotta, hogy Ukrajnát meg kell tisztítani az idegenektől. Több százezer lengyel civil halt meg a népirtásban. A témával kapcsolatban azonban esetlegesen felmerülő kérdésekre most válaszolnék. Érintette-e az orosz-ukrán kérdés az UPA szakadást? Nos, a válasz nem. A legfőbb alapvető szakadás itt a generációs különbségek voltak. A fiatal banderisták és az idősebbek a későbbi mellnyikisták között. Ez ugyebár a csoportot összetartó Jevhen Konovalets halála után történt meg 1938-ban, akit egyébként egy szovjet NKVD merénylő gyilkolt meg. Miután pedig a II. Világháborúban a németek eltüntették lényegében a bevonulás után a banderista fejeseket, a helyükre a mellnyikisták léptek, és ők voltak a támasza a német megszállásnak. Belőlük lettek hivatalnokok, rendőri alakulatok, Schutzmannschaftok, SS hadosztályok. Nyugat-Ukrajnában egyébként véres hatalmi harc dúlt a két OUNA között a világháború alatt. Mellékesen megjegyzem, a vallás is jelentős szakadási pont volt, az öregek, főleg Melnyik nyitott volt az egyház felé, ifjúsági katolikus szerzet élén is elnökölt, ami a nem igazán hívő banderistáknak nem tetszett. Következő kérdés, ami felmerülhet. Miért a lengyelek voltak a célpont, s miért nem az oroszok? Nos, ezen ukrán csoportokban nem volt általános az orosz gyűlölet, hanem inkább szovjet ellenes, kommunista ellenes volt a közhangulat. Az ukrajnai oroszok, de persze rengeteg ukrán is a vörös hadseregben harcolt, avagy kommunista partizán volt, ugye főként inkább keleten. A lengyel ellenesség azonban ezen nyugat-ukrajnai ukránok között általános volt. Az 1921-ben lezáruló lengyel-szovjet háborút követő béke mi volt? Akkor az ukránok hazájuk felszabadulásának reményében a lengyelek mellé álltak, de a lengyelek nem hoztak létre egy Ukrajnát. 1924-ben pillanatokért betiltották a lengyelek az ukrán nyelvet, de a 30-as években időszakosan elnyomó lengyel politika miatt is jelen volt. A lengyel és kommunista ellenesség tehát állandó volt mindig. A zsidó ellenesség, ami pillanatokért jellemezte olykor az OUN-t, az azonban időszakos volt. No de hogy a célpont miért is a lengyelek voltak? Nos, első ok, a lengyelek elérhetőbbek, védtelenebbek voltak, s maga az OUN politikai magja is Nyugat-Ukrajna volt, ami a háború előtt lengyel terület volt, így a lengyel elnyomást ismerték első kézből, hiába, hogy az egyébként eltörpült a szovjet elnyomás mellett. A volini vélengzések előtt az upások úgy gondolták, hogy a németek nyilván nem fognak óriási haderőt arra csoportosítani, hogy lengyel civileket mentsenek, miközben a keleti fronton 1943-ban, mikor július 11-én megtörtént Volíniában a véres vasárnap, a szovjet és német csapatok e hónapban már Kelet-Ukrajnában, Donbászban harcoltak, s noha e hónapban még a németek győztek a szovjetek felett, mondjuk Luhanszk akkor már a szovjeteké volt, de 1943. augusztusában már a szovjetek elfoglalják Donbászt, benne Donyecket, és a hó elején az észak-kelet-ukrajnai Karkov városát is. Tehát a németeknek Kelet-Ukrajnába kellett a katona, nem pedig ahhoz, hogy az UPA ellen fogjanak fegyvert a lengyelek elleni mészárlásban. Hozzátenném egyébként, hogy itt a számításaik félig meddig jöttek be az UPA-nak, ugyanis a német Wehrmacht és jelentős számban a magyar királyi honvéd egységek is a lengyel civilek védelmére keltek, csak sajnos nem a vérengzés elejétől. Hozzátenném, hogy egyébként a magyarok és az UPA között titkos semlegesség is köttetett, de ettől függetlenül a magyar katonák mégsem tudták azt tett nélkül hagyni, hogy az ukránok mészárolják Volíniában a lengyeleket. Második pont pedig arra, hogy miért a lengyelek voltak a célpont. A szovjetek, vagy a kommunista gyanú által
kiírtható oroszok nem voltak elérhetőek. 1943-ra Kelet-Ukrajnában már a front húzódott, ott az ellenséges német katona is jóval több volt, mint nyugaton. Meg hát kevesebb volt ott az UPA egység is, jelentéktelenebbek voltak, így csak kisebb akciók sikerülhettek. Nem volt civil bázis sem, mert Ukrajna keleti részén a szovjet partizán mozgalom volt jellemző, nem pedig az ukrán nacionalista partizán mozgalom. Másfelől a civilek elleni atrocitások szemszögéből a német büntető egységeknek az ukrán és az orosz egy kutya volt. Hiába harcoltak mellettük ukrán SS hadosztályok, vagy volt mindenhol meg annyi ukrán kollaboráns fegyveres. Ha egy német tiszt ellen merénylet miatt megtorló akciót akartak, akkor azt így is, úgy is végrehajtották, akármelyik nyelven is beszélt az az egyszerű falusi ember. Nyilván ez a németek ellen is harcoló UPA katonáknak kedvezett, hisz így az ukrán lakosság támogatását Nyugat-Ukrajnában legalábbis élvezték. Ráadásul az UPA, a banneristák egyébként nagyon könnyen be tudtak szivárogni a német kollaboránsok közé, vagy éppen a melnyikistáknak adott ukrajnai látszathatalomba, hisz ukránok voltak ők is. Na de miért szivárogtak be? Mert fegyverekhez, információkhoz juthattak, de akár szabotázsakciókat, merényleteket is véghez tudtak vinni. E téren egyébként nagyon jól szervezettek voltak a banderisták és az UPA. Ettől függetlenül azonban, ha pogromról volt szó, ezek a beszivárgott emberek is ott voltak a fegyver mögött. A banderisták filozófiája szerint a cél szentesítette az eszközt, s ha ehhez német kollaboránsként színészkedve ártatlanokat kell gyilkolni, az belefér. Maga a Vörös Hadsereg elleni történetet pedig értelemszerűen elvégezték a banderisták helyett a németek. A szovjetek elleni harc 1943. novemberétől lehet mondani, hogy effektíve aktívvá vált, hisz akkor a Vörös Hadsereg már elfoglalta Kijevet. S noha a németek folyamatosan vonultak vissza Berlin felé nyugatra, az ukránok és az UPA a helyén maradtak. Következő kérdés, ezek az UPA-sok Ukrajna mely részén voltak aktívak és mely részén nem? Mi volt a regionális különbség? Nos, az OUN a 1941-es német Barbarossa hadműveletig lényegében csak Nyugat-Ukrajnában működött. Fontos megjegyezni, hogy az 1939-es lengyel megszálláskor mindkét OUN ág együttműködött a németekkel, versenyeztek egymással, hogy melyikük szerzi majd meg Hitler áldását. A Barbarossa hadművelet után pedig minél keletebbre meneteltek a németek, annál inkább nagyobb jelentősége lett a hátországban a melnyikista kollaboránsoknak. Egy évig Kijevnek például egy melnyikista ukrán polgármestere volt. Viszont mind a banderista UPA gerillák, de mind például a kokáért a Tarasburba-Borovec féle ukrán népi forradalmi hadsereg, mi egyébként aktívan harcolt a szovjet partizánok, a honi hadsereg, a németek, de 43-tól a banderisták ellen is, Nyugat-Ukrajnában és némileg Közép-Ukrajnában voltak aktívak. Nyugat-Ukrajna egy tág fogalom, s nem csak a vegyes lengyel-ukrán lakosságú területek tartoznak ide, igazániból az UPA régiójában is több szárny volt, s minél keleten működött egy UPA egység, annál inkább kevésbé volt jellemző rájuk az a sovinizmus, ami a nyugati széleken lengyelek százezreit írtotta ki. És egyéb iránt a németek mellett álló ukrán kollaboránsok sem tudtak nagy szervezkedésekbe kezdeni Kijevtől keletre, de meg kell jegyezni azt is, hogy Harkov városának is volt egy ideig ukrán kollaboráns polgármestere. Tehát valószínűleg arról van szó, hogy az UPA Kelet-Ukrajnában, Donbass térségében nagyjából úgy működött, azért hangsúlyoznám, ismételte, hogy az UPA az itt egy gerilla jellegű, partizán jellegű szervezetről, fegyveres szervezetről van szó. Tehát hasonló, mint a honi hadsereg, ugye a lengyel honi hadsereg. Ugye a lengyel honi hadsereg is Varsóban 44-ben kirobbantott egy óriási felkelést, egy legendás felkelést, amit egyébként kőkeményen meg is toroltak a németek, és egyébként ezeket a kőkemény megtorlásokat, ha már témánál vagyunk, javarészt belorusz és ukrán kollaboránsokkal hajtották végig, na meg a Dirlewanger SS-szel. Róluk majd fogok készíteni egy külön videót, hát nyomokban sem tartalmaz a Dirlewanger SS bármi nemű dicső német vagy nemzeti szocialista eszményt. Eleve Dirlewanger már a hitleri Németországban 14 éves lány ellen követett el nemi erőszakot, tehát a németek bebörtönözték őt, de hát nem ehhez méltóan elég időre. Dirlewangernek a titka, hogy jó ismerettségekkel rendelkezett. Erre az előbb említett Schutzmannschaftra visszatérve, például a kokáért a Kijevben felállított Schutzmannschaft, szerintem szerűen ukrán többségből állt ez az egység,
ők vettek részt a hatinyi vérengzésben is. Belorusszia területén volt ez a Hatin nevezetű falu, az egész falut a földeltették, egyenlővé lakosait kiirtották. Igencsak megtévesztőek a források ezzel kapcsolatban, mert elég sok helyen csak annyit lehet olvasni, hogy a németek megsemmisítették. Nos, ott az egyetlen német egység, ami itt Hatinban jelen volt, az a Dirlewanger SS. Ez nyilvánvalóan a németek felelősségét nem veszi le erről a történetről, pláne nem az SS fejének, Heinrich Himmlernek a felelősségét, de Hatinyi falujánál az egyetlen német egység, akik ott népet írtottak, az a Dirlewanger SS volt. Konkrétan németországi, bebörtönzött, néhai kommunisták is vettek részt. Ugye az a történetnek a lényege, hogy fogyott az ember, kellett az ember, a Dirlewanger SS többnyire mocskos melót végzett el, és hát a börtönökből ki kellett szedni akár a bűnözőket, de előkerültek a főként 34-ben bebörtönzött kommunisták, németországi kommunisták is. De hogy Hatinyra visszatérjek, hát nem csak a Dirlewanger SS vett részt, a nagyobbik rész az az ukrán Schutzmannschaft egységek és belorusz és orosz kollaboránsok voltak. Mielőtt esetleg valaki tovább gondolná a történetet és eszébe jutna, hogy a Vlasov tábornok, aki a németek mellett harcolt és meg annyi rengeteg orosz tömörített az ő egysége, nem róluk van szó, ők nem vettek részt Hatinnál a faluírtásban, egyébként sem vettek részt ők népírtásokban, ők a fronton harcoltak. Tehát Vlasov tábornok egysége, Rona, Roa, többféle fronton is, de ők fronton harcoltak, ők katonák voltak. Na de térjünk vissza itt a varsói felkelésre, tehát ott a honi hadsereg, ez a lengyel honi hadsereg óriási erőt tudott felmutatni, viszont Kelet-Galíciában és Volíniában, ahol ugyebár az UPA fegyveresek is melléjük csapódott ukrán civilek írtották a lengyeleket, ott nem tudtak elég erőt felmutatni ahhoz, hogy ezt megakadályozzák. Sajnos a neve nem jut eszembe ennek a honi hadsereg tisztnek, de ő példának okáért egy minimális kisebb egységgel megpróbálta megakadályozni a kelet-galíciai volíniai vérengzést. Ennek sajnos a vége az lett, hogy az UPA felmorzsolta az ő egységét, ő magát pedig, tehát ezt a lengyel tisztet, hát brutális módon végezte ki az UPA. Kezét és lábát egy-egy lóhoz kötözték, a két lovat elindították, és így ugye ketté szakadt. Ezt azért hoztam fel, mert nyilvánvalóan feltehetjük a kérdést, hogy a honi hadsereg hol volt Kelet-Galíciában és Volíniában. Nos, hát ott volt nagyon kicsi létszámmal. És valószínűleg ugyanilyen kicsi, jelentékteleli létszámmal volt az UPA is jelen Kelet-Ukrajnában. Fontos azt is megjegyezni, hogy a német-szovjet háború első két évében még egyfajta fegyveres semlegesség volt az UPA katonák és a szovjet partizánok között, legalábbis a nyugat-ukrajnai források erről tanúskodnak. Sőt, mi több, 1943. januárja és márciusa között még közös szabotázsakciókra, harci cselekményekre is sor került. A korai években a szovjet partizán mozgalom egyébként sem volt erős, az inkább 1942 végére, de inkább 1943-ra lett jelentős, és saját véleményem szerint a keleti front alakulását nagyban eldöntötte ez a partizán mozgalom. Ugyanezen évben, 1943-ban azonban a harmadik banderista konferencián kinyilvánítják, hogy a szovjet partizánok is az egyik fő ellenség, s innentől megkezdődik a harc az UPA partizánok és a szovjet partizánok között is. Mikor a II. Világháborúban egy területről a szovjetek kiűzték a németeket, az UPA tovább folytatta a harcot, csak hogy immáron a vörös megszállók ellen. S aktivitásuk erős bázisa itt is Nyugat-Ukrajna volt. S ahogy a deportálások, szovjet megtorlások, gulágra hurcolások, a tömeges nemi erőszak híre elterjedt a térségben, úgy ragadt fegyvert egyre több és több ukrán, s tény, hogy egyes ukránok csak a világháború utáni időkben harcoltak UPA katonaként. Sztálin haláláig ukránok tömkelegét tartóztatták, leküldték gulágba, pusztán azzal a váddal, hogy bizonyára banderista volt. A szovjet érában az UPA tabu téma volt, csak terroristaként lehetett felhozni nevüket. A politikai okok mellett azonban a katonai szégyen miatt is volt ez így. Az 1940-es évek végére, tehát már a háború után, az ukrán felkelők ellen harcoló szovjet csapatok halálozási aránya magasabb volt, mint például később Afganisztánban. Sztálin úgy halt meg, hogy a szovjet katonáit még mindig lőtték az UPA ukrán gerillái. A valódi gerilla háború igazániból 1953-ig folyt, de 1956-ig
maradtak aktív UPA felkelők. Pedig ekkora már 12 éve volt annak, hogy a szovjetek ellen háborúztak. Persze nyilvánvalóan azt sem szabad elfelejteni, hogy a II. Világháborúban is természetesen ukránok harcoltak a Szovjetunió oldalán a Vörös Hadsereg kötelékében is. De ettől függetlenül természetesen a Vörös Hadseregben a dominánsok az oroszok voltak, ahogy a Sztálin idejére a politikai életben is az oroszok lettek túlnyomó többségben, függetlenül attól a ténytől, hogy Sztálin maga grúz volt. Egyes források 4,5 millió ukrán katonáról írnak, akik a Vörös Hadseregben szolgáltak, úgy az UPA létszámát pedig nagyjából olyan 200 ezerre teszik. Számomra is kérdéses egyébként, hogy itt összesen tekintjük ezt a számot, vagy csak a II. Világháború alatt, vagy a II. Világháború után is, mert erről a források hát nem túl bőven írnak. Minden esetre nekem az jön le az egész történetből, hogy ezek az adatok hát nem túl pontosak, és nem lehet pontos dolgokat megállapítani. Föltehető persze a kérdés, hogy az ukrán történet a II. Világháborúban miért szakadt fel ennyire. Most azért, mert minél jobban elnyomták őket, annál inkább erősebben fortyogott bennük a gyűlölet. Maga a holodomor nagyon benn maradt a Szovjetunióban. Inkább csak a világháború után kezdett el róla hallani a világ, meg egyébként meg annyi ukrán is, akik nem voltak érintettek a történetben, és a Szovjetunió felbomlása után lett csak téma. Egyébként Oroszország mind a mai napig nem ismeri el népirtásnak. Hozzá kell persze azt is tenni, hogy éhínségek nem csak Ukrajnában, hanem a Szovjetunió más területén is voltak, rettenetesen kegyetlen éhínségek is. Amikor a holodomor sújtotta az ukránokat, akkor egyébként főként a kubáni, de a doni kozákok is éheztek. Hát azért itt persze hozzá kell azt is tenni, hogy a doni és a kubáni kozákok sem voltak Sztálin kedvencei. No de, az ukránok Ukrajna keleti felében többen harcoltak, s többen voltak a szovjet Vörös Hadsereg kötelékében, mint például nyugaton, ahol az ukrán fegyveresek vagy upások, vagy pedig kollaboránsok voltak. Tehát Ukrajna keleti felében az ukránok, főként a háború utáni generáció ukránjai, sokkal inkább voltak lojálisak Moszkvához. Hisz csak gondoljuk végig, hát azért nem mindegy, hogy apa vagy éppen nagyapa a Vörös Hadsereg katonájaként harcolt-e a fasizmus ellen a hazáért és a Szovjetunióért, ahogyan az sem mindegy, hogy apa vagy nagyapa UPA felkelőként harcolt-e a két totalitáriánus rezsim, a nácik és a kommunisták ellen is. És ez egyébként politikailag nagyban befolyásolta Ukrajnát, és véleményem szerint nagyban befolyásolja mind a mai napig. No de hát mindenkinek persze egyéni véleménye és egyéni döntési joga, hogy rávetíti-e ezt a II. Világháborús történetet a napjainkban zajló eseményeknek. Beleláthatjuk a mai ukránokba mind a megszállók ellen hősiesen küzdő UPA katonákat, de mind a kisebbségek ellen kegyetlenül lecsapó UPA banditákat is. Összegezzük tehát, azt látjuk, hogy az ukránokban azért mind gyűlölet is volt, mind pedig harcészség is volt arra, hogy az őket bármilyen megszálló, tehát akár német, akár szovjet ellen harcoljanak. Továbbá igencsak szélsőséges elemek is bekerültek az UPA eszmeiségébe, tehát az ukránosítás is, de ennek is van egy előzménye, ez pedig a sztálini ukrántalanítás. Tehát a gyűlölet, ami felgyülemlett az ukránokban, nyilvánvalóan nem igazolja azt, még mielőtt valaki kombinálna, hogy ők 100 000, még egyszer mondom, alsó hangon 100 000 lengyelt kiírtsanak. Nem igazolja. Igazolja azt, hogy a szovjet Vörös Hadsereg ellen küzdjenek, vagy akár a német hadsereg ellen küzdjenek. Ezt én úgy gondolom, hogy igazolja. De még egyszer mondom, egy gyűlölet halmozódott fel az ukránokban, ugyanis őket Sztálin elnyomta. És ha csak elnyomta volna, írtotta. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, valamint a Patreonos támogatásokat is. Ha szeretnéd a csatornát te is támogatni, a leírásban megtalálod a Patreonom linkjét. Ha tetszett a videó, lájkold, ha pedig szeretnél még hasonlóakat látni, akkor iratkozz fel. Köszönöm a megtekintést, én Mucskó voltam.